Az adventi sztrájk után január 28-ára és 29-ére ismét kétnapos munkabeszüntetést hirdetett a Volánbusznál a Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet. A közlekedési vállalat indokolatlannak tartja az akciót, hiszen a MÁV Volán csoport továbbra is a bérmegállapodás mielőbbi megkötésére törekszik. A tárgyalások folyamatosak. A Volánbusz a sztrájk tervezett ideje alatt biztosítja az elégséges szolgáltatásokat. A várhatóan nem közlekedő járatok listája a társaság honlapján Érhetően, valamint az utas.hu utazástervező oldalon is látható a helyközi járatok esetleges érintettsége. A MÁV csoport vezetése idén már két alkalommal január 16-án és január 23-án is tárgyalóasztalhoz ült az érdekképviseletekkel. A tulajdonosi ajánlat szerint a 2024-26-os három éves bérfejlesztési ciklus alatt a cég csoport munkavállalóinak alapére átlagosan legalább 25%-kal növekedne, míg az első évben, 2024-ben egységesen havi 70 ezer forinttal nőne a vállalatcsoport minden munkavállalójának alapbére. Ez átlagosan 16,8%-os, a Volánbusz autóbusz vezetői esetében 20,5%-os béremelést jelentene már az idei esztendőben. Az érdekképviseletek többsége a reál értékének megőrzését biztosító garanciák esetén elfogadhatónak tartja a hosszabb távra szóló bérmegállapodást is. E garanciák kidolgozására a munkáltatói oldal nyitottságot mutatott. A szakszervezet viszont eredménytelennek minősítette a bértárgyalást, és ezért lesz strike 28-án és 29-én. Az elégséges szolgáltatás keretében az első nap a helyi járatok 95, a helyközi járatok 79,6%-a, a második nap pedig a helyi járatok 74, a helyközi járatok 54,5%-a biztosan közlekedni fog. A munkabeszüntetés alatt várható fennakadások csökkentése érdekében a MÁV Start nagyobb kapacitással biztosítja a személyszállítási szolgáltatást, a sztrájk mindkét napján. A volámbusz javasolja, hogy aki teheti január 28-án és 29-én vonattal induljon útnak. A MÁV Volán csoport mindent megtesz azért, hogy az utasok minél gyorsabban eljussanak úti céljukhoz. A fennakadások miatt a cégcsoport ismét az utasok türelmét és megértését kéri áll a Volánbusz közleményében.